Gyalogos felvonulással, majd pedig a himnusz közös éneklésével vette kezdetét a városi gyásznapon tartott kegyeleti megemlékezés október 26-án a gyásztéren. Az eseményen Potápi Árpád János mondott megemlékező beszédet, aki elsőként az 1956-ban első évfolyamos gazdász hallgató Takács István visszaemlékezéséből idézett. Vártam, mikor lesz vége. Az idő nagyon hosszúnak tűnt, mint már a Dudás perből is tudom, hogy az egyik vádlott határőr szerint másfél percig tartott egy sorozat. Ennyi idő alatt megy ki a géppuskából vagy a golyószóróból egy szalag. Tény az, hogy mikor az első sorozatnak vége lett, felpillantottam, és olyan jelenetet láttam, mint háborús filmekben láthattunk, csak addig. Derék magasságban úszott a csípős lőporfüst, véres zászlókkal futottak visszafelé páran, de mindez talán néhány másodpercig tartott, vagy addig sem, mert jött a második sorozat. Az államtitkár beszédében felelevenítette. 1956. október 26-án békés tüntetésen indultak útjukra a fiatalok Moson-Magyaróváron. A himnuszt, a szózatot és a Kossuth nótát énekelve, nemzeti zászlókat lengetve. Ők hittek egy új, szabad világ eljövetelében, ami leszámol a kommunizmussal és az idegen elnyomással. A fiatalok békések voltak, de tetrekészek, akik nem akartak többet félni és megalkudni, fogalmazott az államtitkár. A fiatalok aztán a laktanyában előtti térre érkeztek, ahol a békés tüntetés vérengzésbe fordult. A pontos áldozatok számát ma sem tudjuk, de annyi bizonyos, hogy 100-nál is többen veszítették életüket a vérengzésben. Október 26-án minden évben erre a tragikus péntekre emlékezünk, ami azóta a város gyásznapja is egyben. 1956. október 23-a itt Moson-Magyaróváron kétszer van, hiszen 26-án is megemlékezünk az áldozatokról. A megemlékező beszédet követően Kis Miklós mondott imát a kegyeleti megemlékezésen. Ártatlanul kellett elszenvedniük azt, ami történt velük. Ők nem akartak mást, mint szabadon, elnyomástól mentesen élni az életüket. De a gonosz és sátáni erők nem engedték, hogy tovább éljék életüket. Nagy veszteség volt haláluk, nem csak családjuknak, barátaiknak, hanem magyar nemzetünknek is. Terveik voltak, vágyaik, és mindez semmivé tette a gyilkos sortűz. A kegyeleti megemlékezésen aztán Tisztelet a Hősöknek címmel Lakatos Dóra és Erkárpáti Péter mutatták be emlékműsorukat. Túl minden bún, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem, nagy szívvel, melyben nem apad a hűség magyarnak lenni, büszke gyönyörűség. Az esemény végén a megemlékezés és a tisztelet koszorúit helyezték el a Golgota szobornál. A városi gyásznap kegyeleti megemlékezésének egészét most hétvégén, november 2-án és 3-án, szombaton és vasárnap televíziónk adásán is megnézhetik majd.